Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ma egy epic meccset mutatok nektek, méghozzá botok ellen természetesen, mert hát miért is ne. És ez pedig ez a gyönyörűség a Miyogi, ami egy negyedik szintű japán brutális csatahajó. Úgy néz ki, mint egy csirkecombokkal teletűzdelt őzgerinc, nézzétek meg ezeket az ágyúkat rajta, hogy így forgatják a fejüket jobbra-balra tanácstalanul. Nagyon állat ez a hajó, iszonyat páncélos, nem túl gyors, de nem is kell sebesség ahhoz, amire őt teremtették. Látjátok, hogy a csapat próbál szétoszlani. Én most nagyon bátor cselekedet, tehát próbálok így végigvinni, mert általában nem szoktam előre menni. Tudom, hogy ezzel a hajóval általában előre kéne menni, de nem, mostában nem nagyon volt szerencsém, hogyha kicsit így előrébb mentem, mindig megkaptam a magamit, de most azt mondtam, most változtatunk, hiszen a Miyogival nem lehet veszíteni. És már valahonnan a sziget mögül számomra, komolyan nézzétek meg, felfoghatatlan, hogy tudott megsebezni, átlőni a szigeten az a kis vacak. Lehet, hogy maga világító torony volt egyébként, aki ide lőtt, fogalmam sincs, de nézzétek meg, milyen szép. És én próbálom itt gonoszul nézegetni, hogy vajon hogy lőhetett ide az a kis első szintű vacak, de úgy látszik, hogy a számítógép, ha csalni kell, akkor nem ismer határokat. Azt is látjátok, hogy csak fél gőzzel megyek igazából, nem teljesen teljes gőzzel. Na de, nézzük, itt az elsőnk. Lövünk, itt van egy első szintű kis hajó, kicsit becélozzuk, megnézem hány másodperc a lövedék röpülési sebessége, és bum! És egy találat, yes! Már is elkezdődik az adok-kapok. Annyira nem vagyok jó lövész, de nézzétek meg a pingemet, majdnem két, tehát 200-as ping. Tehát azért ezzel játszani szerintem tényleg hősiesség. Már nem azért, hogy fényezzem magam, de látjátok, hogy ugrál a hajó is jobbra-balra. De gondoljátok el, milyen jó lenne ez a játék nekem, hogyha nem kellene egyébként a pingre koncentrálnom. Na de itt már eleresztették az összes torpedót, ami csak létezett a hajón, már kidobták a fél disznókat is. Na de ott úsznak a vízen, nézzétek meg, jön felénk is egy torpedó. Én pedig a bőség zavarába azt sem tudom, hogy hova lőjek. Áj! De nem akarom előni, mivel azt akarom, hogy a szigetet akarom lőni. Nem, nem, nem. Megvárom, hogy a kis barátunk itt, ugye, találkozzon az én akaratommal. Na nézzük. Már közelít, már közelít. Közelít, és mindjárt, és már a másodlagos ütegek, bum-bum-bum, szétszették. Ennyi, a Miyogi egy veszélyes vaddisznó fajta. Sőt, olyan, mint egy vaddisznó gomba. Az is veszélyes. Megyünk tovább. Nem állunk meg. Természetesen. És már ott van a barátunk. Nézzük meg, hogy mit tud. Már oda is lövegünk 15 km-re, vagy mennyire tudok előni, szóval elég jó. Kicsit elé célzok, és tűz. Nem talált. Természetesen. Kicsit sokáig tölt, 30 másodperc. Nem bántam volna, hogyha kicsit gyorsabban tudjuk ösztökélni itt a japán vendégmunkásokat. De igazából látjátok a taktikát, átmentem fölül, és most végigmegyek egyenesen. Nem érdekel, akivel találkozom, azt szétlövöm. Hát legalábbis ez a terv, aztán majd meglátjuk, hogy mennyire tudok érvényesülni. Hopp, jobbra-balra lőnek a másodlagos ütegeim. Új, talán el is találják. De milyen brutális, nem? Hogy így elkezdik, lőnek ilyen füst, tűz, mindenfelé. Lövik a vizet, a halakat, mindent lőnek. A hajót nem találják el, de igyekeznek. Lehet részegek a matrózok. Na, és mindjárt betöltünk, 10 másodperc. És ezt még ki akarom végezni, nem fogom elengedni. Ki akarom végezni, tessék. Bum! A vízbe, és a következő lövés már eltalálja és meghalt. Yes! Megöltem egy első szintű hajót. És büszke vagyok. Na, megyünk tovább. A többiek felé fordulok. Próbálom használni a másodlagos ütegeimet, mert kicsit sok ez a 30 szekrilót, de hát ha közelebb kerülök, akkor egy kicsit több sebet tudok okozni. Na, de nézzük. Már is itt van egy gyönyörű szép hajócska. Közel kapom a lövéseket, de igazából nem nagyon fekszik meg a Miyogi tőlük. Bum! Ott van a sebzés, és ott pufogtatnak, ott az oldalamról pattognak le a lövések, amivel már kicsit kigyulladtam. Hát ezek a minimál sebek, ezek meg nem hatnak meg. Amíg torpedó nem jön, addig nincsen gáz. Addig bírom a lövéseket.
többiek is látják, gondolom, hogy én már bekerítettem őket, úgyhogy ők is előrébb törnek, amíg velem foglalkoznak. Látjátok, hogy záporoznak be a lövések, és a másodlagos ütegek kisgyújtották egyébként szegény hajót. Én pedig fogom és megpróbálok egyet lőni. Bum! Gyönyörű lövés, 4300 sebb. Ez nagyon sok volt. Uff, azért már kapok tőle. Durran szét az oldalamon a sok-sok lőszer. És most már csak másodpercek kérdése is be is végzi. A second battery az iszonyat durva. Na, megyünk tovább. Feltűnik egy másik kis romboló. Már is megyünk. Nagyon-nagyon kacsázik ott, mint részeg kacsa a tóban. Na nézzük. Azt mondja, hogy... Megyünk, megyünk, kőkeményen, nem adjuk fel. És... Mindjárt betöltünk. Valahol torpedó. De szerencsére nagyon mellé ment. Jó. Igen, és már csak másodpercek kérdése. Úgy gyorsan ellenőrzöm, hogy már csak három hajó van, de igazából most lesz jó egyébként. Nézzétek meg, ott van a kis alattomos repülőgép anyahajó. Próbálok itt kerülni a hajómmal. Hatalmas, nézzétek meg, hogy dől. Kiesnek a kis japán matrózok belőle. Mint egy ilyen versenymotorcsónak egyébként. Oj, elereztek egy gyenge lövést. Aztán csodálkozom, hogy nem talált. Nem baj, most egyébként a kemény mag az hátul maradt. Úgy látszik, hogy a kemény mag elbújt hátra is. Előre eresztette a kis frankó kis hajóikat. A nagyobb persze hátul maradtak. Így nem volt esélyük. Na nézzük, ott nyomja ki a gőzt, és a füstöt, és tűz. És mind mögé. Igen. Ez egy nagyon rosszul kivitelezett lövés volt. A repülők itt fölöttem, boom! Valaki már lövi is őket egyébként. Nem tudom, hogy ki. Én pedig átvágok az egész pályán, mint egy ilyen dúvat komolyan. Azt a repülőgép anyahajót annyira nem is akarom elkapni egyébként. Na nézzük, tűz. És, na 3000 sebb, meg még 1650, nem is olyan rossz. 4 találat. Nem rossz lövés, nem rossz lövés. De lesz ettől még jobb is. Látom, hogy a többiek el tudják majd intézni őként őt, úgyhogy megyek, inkább maradt itt 2 darab csatahajó, megpróbálom őket bátorítani. Az egyik egy miyogi. Olyan, mint én. És már is izzanak, izzanak az ágyúcsövek. Na nézzük. Nekem kaptam valamilyen rohadt nagyot, itt ki is gyulladt a fedélzet, úgy látom szépen. De már is fordítjuk a kis fejünket erre, és bizony-bizony, itt van a miyogi. És most kezdődik el az adok-kapok. Ezt nézzétek, mind a két hajóból beindult a másodlagos üteg. Milyen brutális tűzharc van. Próbálok elmanőverezni, és igazából itt feltűnik a saját csapattársaim torpedói, úgyhogy feltűnnek. Próbálok kimanőverezni gyorsan az útjukból, mert kellemetlen meglepetésekben lehet részem. Hogy dolgozik egyébként a sor. Ezt nézitek, mindenhova lövök, jobbra lövök, balra lövök, két csatahajó között mindenkit lövök, és menekülök a saját torpedóim elől. Vagyis egy úgy saját, hogy na szóval értitek. Azta, és itt van egy ellenséges amerikánó csatahajó, úgyhogy fogjuk és szétlőjük. Mondjuk nem nagyon sebez rajtam az ő másodlagos ütege. Valószínűleg én sem sebzek rajta egyébként túl sokat másodlagos ütegeimmel. De hát azért ez már csak a videó kedvéért is tök jól néz ki. Lehet kigyújtjuk egymást folyamatosan. Én pedig szépen gonoszul becélzom, próbálok az ágyúkkal működni, és bum!
És egy gyönyörű szép lövés, 8600 sem. Alakul, alakul. Már is lövünk. Nem állunk meg, és próbálok egy gonosz tervet kiötleni. És próbálok kanyarodni, már is kigyullad ugye. A hátsó rész nagyon gyúlékony, szerintem ott tényleg valami kerti parti vagy grillező buli van. Nyomják ott a japán kis tengerészek a szakét. Meg a nyers halat. Bárha a tűz van, akkor már szerintem sütik is. Még a Wyoming, ez a Wyoming, ez egy iszonyat brutális állat. Nem biztos, hogy ki fogunk fejleszteni majd. Nagyon kemény. De a tűz egyébként az sebez nyilván sokat. Jöttek a haverok segíteni. Hopp, és azt hiszem, hogy el is fog süllyedni a miénk szerintem. És visszafordulunk. Most pedig megverjük, amit az ágy odafordul és tűz! Az baj, ez az! Lassan fordulnak az ágyuk, de tűz! Ez az. Két találat. És most megint jönnek a másodlagos idegek. Nézzük, hogy mennyit tudunk sebezni. Amint elmegyek mellette, ugye a hátsó két ágyúm is tud majd lőni. Ismét torpedójelzők. Nézzétek a torpedók mennyit sebeznek. Iszonyatosan durva. Egyet ugye majdnem én is bekapok. Szerencsére ki tudom manőverezni, és most hallgassuk. Elindult. Iszonyat brutális, hogy két ilyen állat lövi egymást. Nagyon jó. Na, sebezgetjük egymást, de ez már az ilyen utolsó halálos keringő tényleg. Az örvény, olyan, mint hogy amikor a Kraken így megpróbálja lehúzni a mélyből a másikat. Én is így próbálom őt kicselezni. És igazából a HP-ban már jobban állok. Segítettek az a saját torpedók. És próbálkozunk lőni, megvárjuk át. Három szek, két szek. És most tudok egyet lőni, megpróbálom célba lenni ugye itt a parancsnoki hidat, de nem talál le. Még 10 másodperc a másikból, másodlagos ütőleget dolgoznak, én meg kigyulladok és pörgünk egymással szemközt. Megyünk. Milyen izgalom lehet a másik hajón. Látják, hogy nem bírnak a japánokkal. Ezt kinyitunk egy ágyút. És láttátok a repcsit? Ledobta a torpedókat? Láttátok? Ez gyönyörű volt. Na és akkor most. El is kapják. A repülőgép anyahordozók iszonyat kemények. Főleg, hogyha tényleg tud velük játszani az illető. Na, hát remélem, hogy tetszett a meccs. Igazából szerintem annyi lövés volt benne, mint még soha. A botok ellen 31.000 pénz és 5.19 XP az egyébként nem is olyan rossz szerintem. No, detailben pedig van egy 32.000 seb és 12.000 ugye a secondary battery másodlagos ütekből. De egész jó, egyébként nem is rossz. 34. Mennyi? 30, 44, 45 ezeret sebeztem összesen 46 körül. No, köszi a figyelmet, srácok! Igyekszem kifejleszteni a következő csatahajót, ami majd a Kongó lesz. Úgyhogy belehúzok. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!